A munkavállaló és a munkáltató közösen a megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján kérheti a bértámogatást. A támogatás időtartama 3 hónap lehet, ehhez mindkét félnek kötelezettséget kell vállalnia. Lakatos Tibor több mint 40 alkalmazottat foglalkoztat pékségében és üzleteiben. Márciusban jelentősen visszaesett a termelésük, hiszen a közintézmények, hotelek megrendelései teljesen kiestek. A sütemények esetében 50%-os, a kenyérfélék esetében pedig 15-20%-os kiesést tapasztaltak. Nagy dilemma volt, hogy mit csináljunk a dolgozókkal. Végül is arra megállapodásra jutottunk a kollégáimmal, hogy nem csinálunk létszámleépítést, hanem megpályázzuk ezt a bértámogatást, amelyet múlt héten be is adtunk. 10 dolgozónak tudtuk beadni a támogatás igényét. Mindenki megértette, hogy a termelés csökkenése következtében ugye kevesebb a bevételünk, kevesebb a jövedelme is a dolgozóknak, és 8 órából 4 órába csökkentettük a munkavállalóknak a munkaidejét, és ezáltal ugye a 4 órás munkaidőben lévő költsége ugye a vállalkozásnak a terhére adódik, illetve a második 4 óra 30%-a is, viszont a másik 4 óra 70%-a, amely a szakmunkás minimálbér esetében több mint 49 ezer forint, ezt pedig megpályáztuk, és ugye nagyon meglepődve tapasztaltam, hogy a beadás követően, ahogy ígérte is a kormány, 8 napon belül e-mailen értesítettek, hogy valamennyi dolgozónk, akinek a pályázatát benyújtottuk, ez sikeresen, eredményesen szerepelt. Az igényelt és elnyert támogatási kérelem alapján a májusi, vagyis júniusban esedékes fizetés egy részét már az állam fogja folyósítani, így a teljes nettó fizetését megkapja a munkavállaló. Mint élelmiszeripari feldolgozók, ugye nagyon sok lehetőségünk van a Széchenyi kártyával kapcsolatosan, tehát mindenképp ugye meg kell említenünk a Széchenyi forgóeszköz hitelt, ami nagyon-nagyon kedvező kamatozású, Széchenyi beruházási hitelt, a munkahely megtartó hitelt, tehát ami nagy öröm, hogy a kormány több irányból is, akár vissza, vagy visszaemtét támogatás formájában is nyújt lehetőséget a vállalkozásoknak a működésére, illetve a beruházásoknak a finanszírozására. A bértámogatás mellett tehát más támogatásokat is kedvezően fogadtak, különösen a feldolgozóiparban. Lakatos Tibor szerint érdemes ezekkel a lehetőségekkel élniük a vállalkozásoknak.